Népi viseletbe öltözött táncosok vonultak fel április 22-én Püspökladány város központjában. A 23. Sárépmenti Népzenei, Néptánc és Mesemondó Fesztivál keretén belül. A Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület kétnapos rendezvényének megnyitó ünnepségére az 1848-as emlékműnél került sor. Budó Sándor országgyűlési képviselő nyitotta meg a fesztivált, annak értékmegőrző tevékenységét emelte ki, míg Márkus Gábor köszöntőjében a rendezvény ünnepi jellegét hangsúlyozta. 23. alkalommal találkozik itt ez a közösség, és mindig tud újat és újat mutatni egymásnak. Az első alkalom talán még csak a táncról szólt, aztán megjelent a zene, és ahogy láttam a programot, most a népművészet más ágai is megmutatkoznak már. Teljesen érthető módon ezek a dolgok szorosan összekötődnek, hiszen az elmúlt évszázadokban a magyarság történelmében is így volt ez mindig. Mindig megjelent a mozgás mellett a zene, vagy talán hamarabb a zene, mint a mozgás, és az ügyesebb kezű emberek bizony akkor is a zenét hallgatva, esetleg a táncosokat nézve, valami olyat alkottak, ami nem mindenkinek adatott meg, csak az ő ügyes kezük által került ki valami olyan forma, ami többnyire persze használati tárgy volt, ami emlék, és azt hiszem egy kicsit a szívükből adott ajándék is volt mindenki számára. Így van ez most is, bár kicsit már átalakult a világunk, modernebb világot élünk, ami persze lehet morfondírozni, hogy jó-e vagy sem. Természetesen vannak benne nagyon jó dolgok, nagyon hasznos dolgok, de fontos az is, hogy azokat az értékeket, amelyet őseink megéltek és kialakítottak, tovább tudjuk vinni. A hétköznapok egyhangúsága mellett, ha bár a hétköznapokon is van mit tenni, mint mindannyian tudjuk, egy ilyen találkozó mindenképpen felüdülés az ember számára. Kell, hogy legyenek ünnepnapok az életünkben. Ez a fesztivál 23. alkalommal ad lehetőséget, hogy Püspökladány vendégül lásson néptáncost, népzenészt, mesemondót. A fellépők, résztvevők szebbnél szebb ruhákban pompáznak, lélekemelő produkciót láthatunk, hallhatunk. Ez a fesztivál egy ünnep, melyben látható, hallható műsorok kiemelnek bennünket a hétköznapokból. A Kenderkóc Egyesület 11 évvel ezelőtt adta át első ízben az örökségünkért közösségi elismerést, melyet idén a Kossuth Olvasókört jutalmazta. Az ő rövid összeállításuk után a megjelent csoportok, egyéni előadók feltűzték szalagjaikat a fesztivál zászlajára, majd hagyományosan közös tánccal zárult a megnyitó, mi alatt a Bakatol zenekar húzta a talpalávalót. Továbbiakban a Dorogi Márton Művelődési Központban folytatódott a fesztivál, ahol első állomásként Rásó János alpolgármester nyitotta meg a Sárét kincsei nevet viselő kiállítást. Ennek a kiállításnak a lényege az, hogy a népi kultúra egyes apró részleteit bemutassa. Itt az öltözékek, a viseletek, bútorok, egyéb használati tárgyak mellett számos archív fotón is megismerkedhetünk az egykori népélettel, az egykori itt élt emberek mindennapjaival, szokásaival, viseletével, azokkal az eszközökkel, amelyeket használtak. Emellett a Kenderkóc Egyesület néhány relikviá is bemutatásra kerül, amelyek azt mutatják, hogy az Egyesület igen nagy múlttal és gazdag élményekben, gazdag múlttal rendelkezik. A műsor a színházteremben folytatódott, ahol néptáncok, népdalok és mesék egymást követték a színpadon. A nyitó táncot természetesen a Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület és a Csímpolya járta el. Thank you.
Nádasné Szabolcsi Ildikó, az egyesület elnöke arról beszélt televíziónknak, milyen céllal álmodták meg 23 évvel ezelőtt a fesztivált. A több mint két évtized alatt a rendezvény kinőtte magát, már nem csak a sáréti települések fesztiválja. 1995-ben tartottuk az elsőt. Akkor az volt a célunk, hogy azoknak az együtteseknek, akik nem mernek megjelenni megyei meg vagy országos megmérettetéseken, helyet adjunk arra, hogy bemutatkozzanak. Arra is helyet adjunk, hogy lássanak másokat, tudjanak viszonyítani, hogy ők hol tartanak. Arra is, hogy barátkozzanak, arra is, hogy fejlődjenek. Mert ha jobbat látott, akkor próbálta azt utolérni. És akkor ez úgy működött is egy ideig, hogy jöttek környező településekről kis csoportok, és akkor egyre jobb és jobb csoportok lettek, nem ettől nyilvánvalóan, de ez is hozzájárult, és akkor kiszélesedett a mezőny egy idő után, nem csak a környező falvakból, Sárétről jöttek, hanem már Debrecenből, tehát Hajdúságból, Biharból, aztán távolabb megyékből is, aztán úgy is szélesedett, hogy nem csak néptánc volt, hanem népzene és néptánc, aztán egy idő után úgy is szélesedett, hogy és mesemondó fesztivál is lett, és hát tulajdonképpen elég régóta külföldről is jönnek ide csoportok. A délután folyamán mesedarabok is megelevenedtek a színpadon, valamint népdal énekesek, különböző tánccsoportok műsorai szórakoztatták a népes közönséget. Nem a sörtől, nem a bortól dalolom, én a kedves rózsától elbúcsúzom. Isten veled, édes rózsám, nagyon sajnálok, 3 évig bizonyosan nem látlak. Van kenyerem, szalonnám, szemre való a babám. Bográcsos húsom eszem, jó bora löplögetem. Úgy ég a tűz, ha ropog, úgy élek meg, ha lopog. Loptam csikót, lopok is, ha felakasztanak is. A
A Haruker Néptánc Együttes Gyuláról érkezett városunkba, kapcsolatuk a Kenderkóc Hagyományőrző Egyesülettel évekre nyúlik vissza. A püspökladányi táncosokkal tánctábor keretében találkoztunk, és azóta már voltunk itt, tehát nem először vagyunk itt, és most megint, mivel jól sikerült a rendezvény, újra jöttünk, és őket is hívjuk majd, úgyhogy valószínűleg tovább folytatjuk a kapcsolat. Mit vár ettől a mai fesztiváltól? Azért jöttünk el, mert szeretnénk magunkat jól érezni, szeretnénk magunkat egy kicsit kipróbálni, a gyerekek lássanak másokat is, hogy ők is szeretnek táncolni, és milyen kis, kicsit élesebb körülmények között, amiket eddig gyakoroltunk a próbateremben, akkor most lehet tudjuk táncolni, részben a színpadon, részben pedig majd a táncházban. Mióta néptáncolsz már? Hát már nagyon régen, óvodáskorom óta. És miért szeretsz néptáncolni? Nagyon szeretem ezt a zenét. És most ugye Püspökladányba jöttetek első alkalommal, vagy itt vagy már voltatok többször is? Már egyszer voltunk az ősszel is. És akkor hogy tetszett? Nagyon jó volt, nagyon szép itt minden, és nagyon jó táncoltunk. És most mit vársz a mai naptól, mit fogtok táncolni? Ma jobbágytelki táncokat fogunk táncolni, és nagyon jó, nagyon jókat fogunk nézni, nagyon jó táncokat. Mind a fesztivál, mind az egyesület fontos szerepet tölt be a város kulturális életében, a sárjéti hagyományok ápolásában. Ez a fesztivál nagyon fontos eseménye városunk kulturális életének. A Kenderkóc Együttes nagyon régóta tevékenykedik, őrzi néphagyományainkat, népzenénket, néptáncainkat. Az, hogy ezt fesztivál formájában is közre tudjuk adni, meg tudjuk mutatni, vendég együtteseket tudunk fogadni, ez tulajdonképpen egy kicsit erősíti azt a tevékenységet, amelyet az Egyesület fölvállalt.
Az, hogy nagyon sokan látogatnak hozzánk, nem csak abból a szempontból lényeges, hogy megismerik a településünket, hanem bemutatják táncaikat, bemutatják dalaikat, meséiket számunkra, meg mi is megismerjük azt, amely azon a vidéken, ahol az egyesületek érkeznek, milyen szokások vannak, milyen hagyományápolás folyik. Az önkormányzat számára ezek a civil szervezetek, akik Püspökladányban működnek, most kiemelve külön a Kenderkóc hagyományőrző egyesületet, tehát mindig segítségünkre vannak, mindig színvonalas műsorral lépnek fel a rendezvényeken, tehát ez nagy segítség a városnak, és csatolnak hozzá mindig ezzel a fesztiválhoz egy-egy ilyen úgymond különlegeséget. A változatos műsorok, a rengeteg fellépő valóban fesztivál jelleget kölcsönzött a rendezvénynek. Az egyéni és csoportos produkciók váltakozása alatt egyértelművé vált, hogy nem csak a közönség, hanem a fellépők is remekül érzik magukat. Máma péntek, holnap szombat, vasárnap, sepregetnek a füzesi leányak, seperítek ki az utcát simára, jön a babám, csikorog a csizmája. Keserű víz, nem hittem, hogy édes lész. Régi babám, nem hittem, hogy csafa lész. Csafasággal csaltad meg a szívemet, a jó Isten borítsa rád az eget. Piros kancsó, piros bor, mindjárt rám kerül a sor. Iszom a bort, ölelem a babámat, őt szeretem, nem az édesanyámat. Nékem olyan ember kell, ha beteg is keljen fel. Hozzon vizet, rakjon tüzet, vágjon fát, legyen mivel megfőzzem a vacsorát. Készültetek a mai fesztiválra? Én táncolom a mesével. Milyen mesével? A Makráncos lány névmese. És mióta táncolsz? Hát óvodába is jártam. És miért szeretsz néptáncolni? Azért, mert ott barátokra is találhatok, meg élvezem. És te mivel készültél? Én mesemondással készültem. Milyen mesét mondtál, és miért ezt választottad? Én az Öt tojás című népmesét mondtam, és azért ezt választottam, mert szeretem szórakoztatni az embereket. És szoktál sokat így mesélni, vagy mióta csinálod már ezt? 2 éve. És hogy érzitek most itt magatokat? Én nagyon jól. És te? Én is nagyon szuperul. És mi tetszett eddig a legjobban? Nekem minden. Nekem is minden. A színpadi műsorok után lovas bemutató várta az érdeklődőket. A nap végéhez közeledve Nádasné Szabolcs Ildikó megosztotta velünk a fesztivállal kapcsolatos gondolatait.
Én azt gondolom, hogy ez már régen elérte a célját, mert azok a kis együttesek, akik ide elmernek jönni, de máshova nem, évről évre jobbak. Most is volt itt egy együttes, amelyik sokkal jobb, mint tavaly volt. És tényleg nagyon örülök neki, mert tényleg biztos, hogy valami hatással volt rájuk az is, amit itt láttak. Nagyon kedvesek a népzenei együttes barátaink, a Török Gábor Népzenei Kossuth Olvasókör, ez a Ladányi Betyárok nevezetű formáció is nagyon kedves, szimpatikus, és a többieket is nagyon-nagyon szeretjük, de valahogy ez is úgy szélesedik az évek folyamán. És egyre többen vagyunk, és tényleg most féltem attól, hogy a Nagyrábéi másik fesztivál miatt nem tudunk majd végül is fesztivált szervezni, de szerintem ez a 3 órás műsorfolyam, 20-valahány műsorszámmal pontosan elég is, és arra meg nagyon-nagyon jó, hogy akik itt vannak, most majd barátkozni fognak, meg már menet közben is barátkoztak, meg már ősszel is barátkoztak, meg tavaly tavasszal is barátkoztak. Tehát ennek ennyi a célja, egy barátsági célú fesztivál, aminek nincs nevezési díja, nincs költségük, csak annyi, hogy eljönnek ide autóbusszal. A 23. Sárépmenti Népzenei, Néptánc és Mesemondó Fesztiválon ez alkalommal is több száz néphagyomány és népzenekedvelő találkozott Püspökladányban. Az egésznapos rendezvényen bebizonyosodott, a népi kultúra kortalan, hiszen a kis mesemondók és az idősebb énekesek is megtalálhatták a nekik kedves műfajt. S bár a fesztivál megszervezése nem kis feladatokkal jár, biztosak lehetünk abban, hogy lesz folytatás. Ilyenkor olyan vagyok, mint a balta, amit eldöntenek, mert annyira sok előkészület, rettenetesen sok, nagyon körültekintően kell végig gondolni. Most ettől az évtől már 3-an gondoltuk végig, nagyon körültekintően Szabival és Hajnikával, és még így is voltak olyan dolgok, amit az utolsó pillanatban kellett összekapni, ide tenni, oda tenni. Ilyenkor nagyon büszke vagyok az, hogy patentba mentek a dolgok, elindult a felvonulás, itt voltak az együttesek, időben fenn voltak a színpadon. Én nagyon elégedett vagyok ilyenkor, és nem csak azért, mert hú, ez megint sikerült, hanem azért, mert akik itt vannak, azok is azt érzik, hogy valahogy olyan simán csúszik a dolog, simán megy, és nincsenek fennakadások, nincsenek viták, nincsenek konfliktusok, pusztán a barátság, és én ezért örülök, hogy egyrészt gördülékenyen ment a mai is, színes programmal, és hogy az, hogy szerintem akik itt vannak is örülnek neki, és ilyenkor hát tényleg eldülök, mint a balta, mert a nagy elégedettségtől és a fáradtságtól nyilván ilyenkor egy kis táplál kozás kell, egy kis lelki, fizikai feltöltődés, és akkor újra folytatjuk, hát mi nem állunk meg.